Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Gyerekek, egy érdekes témát gyűjtöttem ide nektek össze. És hát, ha úgy gondoljátok, hogy hasznos információk lesznek ebben a videóban, akkor osszátok meg olyanokkal, akik úgy gondoljátok, hogy némileg el vannak veszve ebben a világban. És hát már régóta csinálok videókat, és sokan követtetek végig engem ezen kis YouTube karrieren, és sokan kérdeztetitek, hogy miért nem nőtt ki jobban a csatornám, Um, és ezt már mondtam sokszor, talán videókban, mert nem szerettem volna soha, hogy kinőjön jobban a csatornám, megtehettem volna, hogy eltolom abba az irányba, de mindig jobban szerettem um, figyelni egy kisebb közösségre, mint több száz ember szavára, ebből a szempontból több százezer ember szavára. Uh, így aztán így könnyebb interakcióba lépni veletek, és emiatt én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy végigkövettetek engem sok éven keresztül, és úgy gondolom, hogy sokan követtek végig úgy engem ezeken az éveken keresztül, hogy mondjuk kamaszkorból vagy fiatal felnőtt korból eljutottak felnőtt korba, és oda kerültünk, hogy bassza meg, hát e, itt már dolgozni kell. Hát e, állásinterjúra kéne elmenni. Munkát kéne találni, de gémerek vagyunk. Ki akar egy gémerrel foglalkozni? Mindenkinek milyen véleménye van a gémerről? Egy nagy sötét szobát képzel el, amilyenben jelenleg én ülök, ahol világít a öt monitor a pofánkba, és, és ott ülünk reggeltől estig begubaszkodva magunkba, és nem törődünk a világgal, nem mozdulunk ki, nincs szociális életünk, Uh, nincs barátnőnk, és örök szüzen halunk meg, és nem vagyunk képesek egy munkát megtartani, mivel, hogy mi végig gémeltük az életünket, nem tanultunk semmit, és a haszna vehetetlen alkotó elemei vagyunk, ugye bár a társadalomnak. És ezen videóval szeretném ezt uh, megcáfolni, illetve segíteni esetleg abban, hogy rá ébredjetek, rá lássatok arra, hogy bennetek vagy bennünk, mint gémerekben mennyi érték van, amit esetleg a munkádban, a jövő, jövendőbeli munkádban, illetve az interjú kérdéseken, hogyha felteszik, mert fel fognak tenni olyan kérdéseket, amire lehet, hogy elsőre azt fogod nézni, hogy nem tudom a választ, de valójában az adja meg a választ, hogy te a gamer életmódot választottad. Mivel hogy? Hát ha hiszitek, ha nem kedves szülők, a gyereked, a, a gyereked, aki éppen gamer elképesztő fejlődésen megy keresztül, abban, hogy értékes része legyen a társadalomnak, sőt, kompetitív tagja legyen a társadalomnak és potenciálisan is potenciálisan és sikeres emberré váljon némi útmutatással, és ez szóljon mindazon fiatalabb gémereknek, illetve azon idős gémereknek, akik tapasztalták már ezen jegyeket, amelyeket itt felsorok ebben a videóban, tapasztalták már magukon. Szóval legyen a videónak a címe, hogy mi a francot mondjál egy állási interjún, ha hülye kérdéseket tesznek fel neked. 2010-es évek elejétől egészen, hát mostanáig is kutatják azt, hogy milyen hatással vannak ránk a játékok, és uh, különböző tanulmányok jöttek ki a uh, 2010-es évektől egészen mostanáig arról, hogy milyen hatással van a, a játékok milyen hatással vannak az emberekbe. Konkrétan kimutatták már gyakorlatilag, hogy Növeli a memória kapacitást, több mint mindent tudunk megjegyezni, mi gémerek, hosszabb távra is tudunk megjegyezni. Gondold végig, hogy megkérdezik az állásinterjún, és mi az egyik erősséged, és te erre azt válaszolod, és ebben biztos vagyok benne, hogy tízből egy ember maxa így válaszol, <laughs> hogy azt mondod, hogy hát minden szart meg tudok jegyezni. Gondol végig egy MMORPG-vel játszol, mennyi információ van a fejedbe, és hogyha egy olyan munkát kapsz, ami érdekel és vonz, és te egy gamer vagy, aki netán esetleg az MMORPG világában mozog, és pontosan tudja, hogy az mennyi tanulással jár, és egy olyan munkát kapsz, és az állás azt mondod, hát meg tudok jegyezni nagyon gyorsan nagyon sok mindent, akkor uh, szerintem az egy nyerő ötlet. Gondolj, erre, amikor egy hasonló kérdést tesznek fel, hogy mi az erősséget, gondolj arra, hogy gamer, vagy, és milyen mennyiségben képes vagy tanulni, hogyha erről van szó, és ezt konkrétan kimutatták. Már amúgy 2007-ben készült ez a tanulmány a Journal of, Journal of Neuroscience uh, újságnak, ami a egy Kalifornia Egyetem újságában készült egy ilyen uh, tanulmány erről, és csak az ott azon az embereken kísérleteztek, és azok csak Mario kartot játszottak. Oké, okay, Mario Kartot játszottak. 2013-as tanulmány esetében uh, rájöttek arra, hogy konkrétan okosabb leszel a játékokban, játékok miatt, mint átlagtársaid, <laughs> akik gyakorlatilag semmit nem csinálnak. Szóval, um, ja, ezt 2013-ban uh, mutatták ki, vagy is ki Németországban. Hogy a játékok erősítik a kognitív funkciókat, a motoros funkciókat, térérzékelést és stratégiai tervezést. Na most megkérdezik az állásinterjún, na és mi az erőséged? És te azt mondod, hm, hát elég jól megtok tervezni komplex rendszereket, és viszont ugye életedben nem tanultál erről, vagy. Uh, nem tudod, hogy hogy kell, viszont olyan játékokkal játszol, mint például ugye a stratégiai játékok, mondjuk egy settlerszel, vagy, vagy mit tudom én, command and conquer-re mondtam valamit, ahol a stratégiának nagyon fontos uh, alkotóeleme, ugye ezekben a játékokban, és te képes vagy átlátni komplex rendszereket, és ezáltal ugye bár um, proaktíven uh, tudsz gondolkodni, tehát aka előre tervezni, tehát. És ez nagyon-nagyon sok cégnél, például annál a cégnél is, ahol én dolgozok, ugye már iszonyatosan fontos a proaktivitás, tehát, hogy előre gondolkodj, előre tervez, és ne reaktívan reagálj valamire, tehát, hogy azonnal megtörtént a baj, akkor kell reagálni, nem a baj megelőzésre. És mi van, hogyha ez benned van, mert hasonló játékokkal játszol, és ez is egy olyan skill, tehetség, amit a játékok által elsajátítottál, de viszont sose vetted észre magadban, hogyha a való világra került a sor. Könnyedén megcsinálod a játékokban, az azt jelenti, hogy majd könnyedén megcsinálhatod a munkádban is, hogyha neten egy olyan pályát választasz. A gémerek jobb vezetők lehetnek. És ez is ugye köszönhető annak, hogy stratégiát tervezel, hogy gyors döntésmechanizmusra vagy képes. Gondolj végig, hogy te egy shooterekkel játszol, ahol másodperc tört része alatt kell hozzá döntést. Milyen stressz alatt van a szervezeted, amikor egy sútere játszol, elönti az agyadat, az adrenalin egy megy a pörgés, másodperceként hozol döntést nyomás alatt. Gondold végig ezt az értéket. Nem sokan mondhatják el ezt magukról, hogy, ha a munkahelyükről, ha a munkahelyeden éppen egy vezető vagy, vagy éppen egy vezetői állásra adott be a, az önéletrajzodat, és megkérdezik, hogy mondj egy szituációt, amikor nehéz -e döntést kellett hozzá, milyen gyorsan, és hogy sikerült ezt meghozni, akkor felvázolhatsz egy hasonlós szituációt. Természetesen, hogyha van tapasztalatod, akkor onnan, de hogyha nincs tapasztalatod, akkor kis találhatsz egy történetet, de felvázolhatsz egy történetet, köré helyezve, hogy hogyan sikerült gyorsan döntést hozni, és miért, és milyen nyomás volt rajtad, és ezt fel lehet vázolni, és jól edő adni. Um, egy állásinterjún. És ha megkérdezik ugyanúgy, hogy mi az erősséged ezen az állásinterjún, mondhatod azt, hogy, hogy tanulsz, jól tanulsz, gyorsan tanulsz, és gyorsan alkalmazkodsz. Ugyebár, mert a játékok miatt könnyebben tudunk tanulni. Tehát a gémerek könnyebben tanulnak gyakorlatilag, és tanulásra késztetnek minket a játékok. Ugye, ha ki akarunk ismerni valamit, akkor meg kell tanuljuk. Sokan nem akarnak tanulni, még egy is, de viszont egy gémerként én azt vettem észre magam, hogy sokkal nagyobb érdeklődéssel állok hozzá dolgokon. Egy példa a saját életemben, nagyon rossz voltam, matekból, tényleg nagyon rossz volt a matekból, úgy segített, rugdostak át az érettségi matekból, és azt hittem, hogy, hogy ez nekem sosem fog összejönni, és ezzel ellentétben jelen pillanatban egy olyan cégnél dolgozom, ahol a matek, a matek a komplex része a jelenlegi munkámnak, és, és ha hiszitek, hanem a, megszerettem a matekot, és nem feltétlenül a munkámnak volt köszönhető. A munkám nagyon érdekes volt, és nagyon mélyen belemerültem, viszont a matekot azt nem amiatt szerettem meg. Például engem a matekra a Division vezetett rá, igen, a Division nemű játék vezetett rá, és szeretette meg velem, nem volt komplex az ottani matek, de épp elég volt ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésemet, és, és egyszerűen kezdtem észrevenni, hogy értem, hogy mi folyik a munkában. A munkámon is egyre jobban és jobban kezdtem el érteni, hogy mi a franc történik a képernyő előtt, és egyre sikeresebb kezdtem el lenni benne ki gondolná mi, egy egyszerű játék, mint a Division, és az abban felelhető alap alapmatek, hogy így mondjam, á, segített abban, hogy, hogy rávilágítson a mateknak a szeretetére, -hogy, hogy, hogy, így fogalmazza. Mi, mi, lehet még, ami gamerként erőségként hozhatott fel ha egy interjún például? A több felé figyelés. Gémerként természetesen függ, hogy milyen játékot játszod, de én még nem, vagyok, nem igazán láttam olyan játékot, hogy ne kellene ötfelé figyelni egyszerre. És azon felül, hogy tudom, tudományilag bevizsgálhatod, hogy egy-két agyi problémát, vagy különleges betegséget is fejleszt a, a játék, mint például a diszlexiát, vagy autizmuson is segíthet, vagy fájdalom enyítésben is segíthetnek a játékok. Sok-sok-sok ilyen dolog van, ami... Öm, amiben segítenek a játékok, és ugye a többfelé való figyelés, és hatékonyan való figyelés, az az egyik uh, ilyen, ilyen dolog. Tehát az én munkámban is három monitort figyelek egyszerre, és igyekszek kiigazodni rajtuk, miközben egy valaki beszél a jobb fülembe, a másik a bal fülembe, és egyik a hátam mögött, ilyenre is volt példa, és valahogy az Isten szerelmére, valahogy mindegyiket meghallottam, miközben tudtam figyelni uh, a monitorra is, és, és uh, hát tíz évig kodasztam. Értitek, amit mondok? Szóval ilyen apró előnyökre nem magamat akarom fényezni, inkább fel akarom arra hívni a figyelmet, hogy mennyi érték van benned, mint gamer. És természetesen, mint rátérünk majd a sötét oldalra is, mert hogy minden jobban van valami rossz. És egy újabb érték, legyen ezt az utolsó, ne húzzuk nagyon a, a videót. Uh, nem azon magunkat, gémereket <coughs> a, a, a magasztoségig. Jó, igen, mi vagyunk a felsőbbrendű fogyerekek. Um, jobb vagy, jobbak vagyunk csapatmunkában. Ezt ugye nem kell kifejtenem, hogy miért, ugyebár. Szóval. És, és erre, erre például az én közösségemre is büszke vagyok, Necro Army Forever. Um, jók vagyunk csapatmunkában, és amit létrehoztunk mi például a NecroArmy-ban mindannyian, ti mind, azon ezer ember plusz ezer ember, aki megfordult ebben a játékban, Warframe-ben például, mind hozzájárultatok egy csapatmunkával ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és ebben vagyunk mi jók csapatmunkában hogy amikor kell, akkor összeállunk, és gyakorlatilag véghez visszük a legnehezebb feladatokat is, mert mindenki, nagyon jól tudja követni azt a bizonyos szerepet. És ez így van rendjén, azt hiszem. És gyerekek, íme ezek a, az én pozitív híreim számatokra az új évre, hogyha elfogadjátok. És ezt az, nem, azért volt motivációm, hogy csináljam ezt a videót, mert, mert én is sokat gondolkodtam azon, hogy Jesszus Mária, mit csinálok, miért játszom ennyit, Uh, elvesztegetem az életem, nem vesztegetem az életem, tanulok én ebből valamit, hasznos ez nekem, de ott ültem a gép előtt, és éreztem, hogy fejlődök, éreztem, hogy jobb leszek dolgokban, és, és ezért is ragadtam meg a gaming mellett, míg, míg sok társam elhagyta a játékot, mert hogy felnőttek, és itt most macska körmazok ezerrel, mert hogy felnőttek, én azt vettem észre, hogy fejlődök tőlük és hogy leköti az agyamat, és hogy érzem, hogy jobb a memóriám, és hogy uh, érzem, hogy jobban tudok döntéseket hozni, um, érzem, hogy határozottabb tudok lenni uh, egy-két bizonyos játéknak köszönhetően, és olyan értékeket, uh, illetve tudást szedtem föl úton, útfélen a játékokból, és most nem csak, um, uh, hogy mondjam, Um, minden való, mind, a való életbe való hasznos um, skill. hogy van magyarul a skill? Uh, skill szedtem föl, hanem tanultunk, tanultam is a játékokból. Esetleg legyen a legújabb példa Cyberpunk 2077. Most már tudjuk, hogy van -e egy regényt, hát tudtuk előtt is, de van -e egy regény belőle, lehet, hogy elolvasom a regényt, vagy, vagy különböző detektív módszerekre jöttél rá a, Detroit című játékból, most, most mondtam valamit hirtelen példából, vagy megtanultál krízist kezelni a Division című játékval, vagy most, hogyha már például a Divisionre kerül a sor, őszintén mondanak, nem annyira lepődtem meg azon az intézkedéseket, amit a kormányok hoztak, eme vírus pandémik közepette, mert hogy, mert hogy ismerünk és tanulunk dolgokat. Uh, és ja, ettől előny tud lenni. És valahogy úgy éreztem, hogy ha neten nem látnád magadban az értéket, akkor több van benned, mint, sokkal több van benned, mint gamer, mint amit gondolnál, vagy mint amit mások látnak benned. De miért látnak bennünk gamerekben mások keveset? Pontosan azért, mert a gamingnek megvan a sötét oldala, gamerek nehezebben nyílnak meg, a gémerek kevésbé szociálisak, ami mondjuk a hazugság lenne önmagába, mert nagyon könnyen szocializálódunk, ugyanakkor lehet, hogy elzárkózunk sokon, de nagyon könnyen szocializálódunk is. Ez is egy érték. Megértünk embereket, és felfogunk szituációkat. És könnyedén tudunk cselekedni arra, hogy megoldjuk a problémát. Problémára fókuszálunk, és megértünk másokat. És ez egy hatalmas érték gamerként. Én mondhatnám, hogy ezt köszönhetem a, game, a játékoknak is részben, de amikor felfedeztem ezt magamban először, akkor természetesen rengeteg tanulmányon mentem végig, hogy ezt a, ezt a tudást erősítsem magamba, ami már nem játékhoz köthető. És ugye a sötét oldalhoz köthető a függőség is természetesen, mert ez az, e és sajnos meg kell adni az agynak azt a fajta függőséget, amit a játékok nyújtanak. E ez van. Ezt kell szeretni, de lehet kontrollálni, és amit én javasolni tudnék a jövőre, az az, hogy ha valamilyen értéket felfedezel, amit játékban megtanultál, társítsd meg szakirodalommal. Nagyon fontos, és olyan a szaki, szakiradalom azért, hogy a játék utat nyit, gyakoroltatja veled azt, azt a tudást, de a szakirodalom adja meg a mélységét, hogy jobban megértsd, hogy mi a franc az, az új uh, tudás, amit magadra szedtél. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon javaslom nektek, gémereknek, hogy, hogy amit felfedezel újat a játékokba, egy új tehetséged magadban, hogy nem is gondoltad volna, hogy ilyenre képes, hogy társ ki egy kis szakirodalommal, és már is rájössz a mélységére uh, ennek az új skillnek. Srácok, én remélem, hogy, hogy tudtam hasznos infóval Szolgálni nektek egy kis életút számomra ez, hogy én mit láttam, tapasztaltam a gémerekbe, egy pár információ, hogy mennyi hasznos dolgot lehet tanulni a gémerek, illetve mennyi hasznos dolog rejtőzik már most bennet, mint gamer, és reméltek, hogy a jövőben mindezeket fel tudod használni most, ugye is, hogy esetleg egy kis rávilágítást kaptál ezekre. Nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig, Sziasztok!